Na hát srácok, akkor újra itt vagyunk. És akkor folytassuk is a kis végigjátszásunkat. Ott tartottunk, hogy elindultunk visszaladni a questet, ugye? Periclesnek. Közben felfedezem én azt a maradék kérdőjeles helyszínt. Legalább akkor később nem lesz már vele gond. Annyit majd megcsinálunk, hogyha befejeztük ezt a questet, hogy visszamegyünk arra a kis szigetre, ahol menekítettük Periclesnek az egyik haverját. Mert ugye szisztematikusan a játék elvileg úgy épül fel, hogy ahogy a storyt követed, úgy eljutsz minden szigetre egyesével. És nyilván ahova eljutottál, azt érdemes kiklírálni. Na, ezek itt őriznek egy darab ládát, kettőt. Na, a kérdés csak az vajon, hogy Commandert azt meg kell ölni. Megbizony, a kapitány meg kell ölni. Jó, hát akkor lássunk hozzá. Van. Szuper. Közben kaptunk ide a nyakunkba egy zsoldos komát, megint. 21-es és dob egy epiket, úgyhogy következő helyzet. Remélem nem vesz észre, nem, oké. Okay. Levágjuk, mint a lovat. Don't worry, I'll make this quick. I just want to get paid. Engedett dodge-on ezt a méltáda. Nagyon jó. Nézzük csak. Elvileg. Egy kérdőjeles helyszín maradt, így van. Ez kicsoda? 20-as, ez nem érdekel minket. Ezt megnézem, meg akkor ott beszélek a kovácssal is. Volt ott 14 ezerért ez a legendás kard, vagy nem is tudom milyen fegyver. Azt viszont meg fogom venni, mert az izére nagyon jó lesz, Assassination-re. Akkor a damage boostot ad, hogy írtózatos. Oké. Na nézzük, itt van egy ilyen irat is. Megvan a láda. Commander nincsen? Vagy Captain vagy valami? Meglepő. A workshop, de nem írnak ki semmit rá. Na mindegy. I should be careful. High security here. Hol bazd meg? Le fog jönni, mi? Persze, hogy lejön. Huh?
először szépen egyesével megoldom ezt. Oké, ez nem jött össze. Jó, fasza, így megvan. Na. Más dolgom nincs. Igazából nem is kell megölnöm az utolsót, megyünk innen kifele. Tökéletes, tökéletes, végre. Beszélek a kovácssal, megnézzük, hogy mi a kínálat, és akkor megyünk is ide tovább. Folytatjuk a main questet. Na nézzük, hogy mit, mivel szolgál nekünk a jó ember. Lovat árul ez is, igazából semmi extra, ez mi ez? Nem jó. Total Armor nem érdekel minket, azt mondja, ez se. Semmi olyan nincs nála, ami nekünk kellene. Fire damage, poison damage, jó, oké. Okay. Ja, annyi, hogy eladok, ha már itt vagyok. Ez Hunter-es cucc nem érdekel. Assassin Warrior Burning, és ezt kaptuk utoljára. Warrior Damage Elemental Build-up 3 Second Burning Duration. Egész jó. Csak... rá kell nézni, hogy nekem mi van, mert nem tudom. Let me know if you need anything else. Mi az, ami rajtam van, ezeket soha nem jegyzem meg. Ez még az alap. 5 crit damage. Na, akkor ez mindenféleképpen jobb. Főleg mivel a fire-t használok. Úgyhogy átcserélek rá. És minden ezek tetejébe. HP-m csökkent, de az kutyát nem érdekel, az 500 az armor szintén nem érdekel, mert ha elkapnak Nightmare, nincs is, úgyis kivégeznek. Erre viszont rá engrévelek valamit olcsón. Méghozzá megkeresem a lehető legjobb cucc. Ó, 10% crit damage, tökéletes is. Nagyon fasza. Mi az, amire nem engréveltem rá? Erre se engréveltem még rá semmit. Ja, mert meg lett, de nem használtuk egyelőre. Azt mondja, hogy... van rajta Warrior Damage, Crit Damage, Fire Damage. Ezt a fegyvert egyébként lehet, hogy a későbbiekben is meg fogom tartani ilyen bónusznak, mert ez kurva erős. Hát lényegében van egy All Damage-em, vagy... vagy pedig adrenalint használunk kritre, és akkor előbb tudok mindig akciópontot költeni. Hát talán inkább ez, hogy az épüljön, mert az 1% All Damage az igazából nem osz, nem szoroz, használjuk egyelőre ezt. Később úgyis kapunk jobb cuccokat. Hogy haladunk majd előre. Jó, fasza, fasza, alakulnak itt a dolgok. Lényegében ezt a nadrágot kell majd lecserélni még valami jobb warrior-os cuccra. A későbbiekben. Egész jók a cuccaink amúgy. Warrior damage, fire damage. Fire damage. Ja, jó, oké. Okay. Egyelőre ennyi.
will be watching you, Mistyos. Na, folytassuk szépen a questünket. Alexios, it's you. Phoebe. You promised we'd take the lead again. And now we have. Ki. Le kell cserélnem ezt a skint. I also said stay out of trouble. Ez nagyon gáz. Which I have. Okay, almost out of trouble. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe... I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked on a ship. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So, you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry. I'll take care of them. You don't want to scare people in there. Well... How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No. She asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Nem jó az ölt az ékem ide. I'll get changed. Promise you'll take care of my things. Yep. Leave your weapons in the corner, and I'll come back when you're done. Nagyon fasza. Az a Witcherben már játszották velünk, hogy hagyjuk a dobozba a fegyvert. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Na, ugye ez az a kis csaj, vagy ja, ez csaj, aki a legelső szigeten volt. Igazából jó havernak számít. Aztán átkerült ide Athénba ő is. Így most ő segít nekünk. Here, Alexios. The mighty mercenary and traveler has finally made his grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus, Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles. You're not different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. They may not look it, but this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides! Hmm.
I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachus. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. How's it going? Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Komoly egy figura ez is. Vannak problémák. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a mystios like you think of a party like this? This is going to be a long night. Parties should be about vomiting up blood, not vomiting up poetry. These people are so clean. If these guests aren't to your own unique tastes, then just focus on why you came here in the first place. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your sister said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Na, körbe kérdezünk akkor Mutáról, hogy mi a helyzet. Hát, valaki tud valamit. Kaptunk is ide egy pár questet így hirtelenbe. Ezek az új questjeink. Hát igazából... körbe kell csak kérdeznünk, úgyhogy mindegy, hogy hol kezdjük. Menjünk sorba. And so it isn't the rich and powerful, but the gods who are the source of justice? I suppose you've come in here to mock me for my fight with Euripides. Spare me. I'm only looking for clues to help me find the Spartan woman. A Spartan woman in Athens. Sounds intriguing. Though, if you expect me to notice someone other than myself, you expect too much. You could talk to Euripides. He's the second most worldly man here. That pediculous, xanthodontus, exothalmic Morozov. But he doesn't talk without a drink. I have no idea what that meant. No, you don't. So, we get him drunk, and he talks. He sounds more Argive than Athenian. Impressive foreigner. Euripides is from Argos. All right. If nothing else, this party could use the help. You'll need to pick the right wine for this task. The kitchen should have what you need. Let me know when Euripides is done in, and I'll
slip away unseen. How do you know Pericles? I believe you mean to ask me, how does Pericles know you? I am the greatest dramatist in the land, mentor to Euripides, lover of Asclepios, father of theater, and so on, and so on. I'm sure it's a real honor to have you hiding in his kitchen. You're awfully worked up over Euripides. You sure you're just friends? I'm never just anything, foreigner. Though I confess, Euripides and I hold a bond deeper than brotherhood. Why he slams it with a banal young plaything, Aristophanes, I will never know. I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly, delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know if your plan worked. Nagyon fasza. Oliva olaj. Say for that arrogant playwright. I don't see many distinguished guests in here. Can I help you with something? Azt mondja, hogy mi legyen, száraz vagy édes? Az édes az itatja magát. I'm here for your sweet wine. Yes, take it. But get out of my kitchen. I'm very busy, you know. Megpróbáljuk ezzel. How's Euripides? Drunk, I hope. Ja, I'll get the wine. Wonderful. Now, if you want some friendly advice, Aristophanes cannot stand sweet wine. I've seen what it can do to him. Absolutely, horrifyingly, delightful. It wouldn't be a party without someone losing their stomach. I'll let you know. Ja, itt mondta el. Aha, de hülye vagyok. Oké. Itt mondta el, hogy a másik az nem fog maradni, hogyha ezért viszek. És ő hozzá kell jönni, mi? A new face in Pericles' abode! Ha! That in itself is a remarkable thing. You must have seen me doing my impression of Cleon. I call it the orange ape. Tell me, what does it think? Did you just call me it? Watch your mouth, Athenian. It speaks, and so feisty too. Sometimes I wonder if I'm doomed to be the only young and beautiful thing here. So, what do they call you? Alexios. I wouldn't peg you as an Alexios, but never mind. I'm Aristophanes, and this man is Euripides. Oh, go on, introduce yourself. I'm Euripides. For a playwright, you're not much for words. Good men lead quiet lives, as old Euripides likes to say. Don't you, Euripides? When I need to relax, I start to fight. For you, though. Quickly! Bring him some wine so that he might say something clever. After my argument with Sophocles, I think I'd rather keep my head clear. I'm only here because I'm searching for someone. And yet it gave us the distinct impression it was here to fill our wine. Oh, ez egy mekkora egy faszkalap. Let's focus on that first, shall we? You and Aristophanes could both use a drink. Let's play a game. A competition? Ah, wonderful idea. Euripides seems quiet, but he never turns down a challenge. Well, if you brought us some wine, I wouldn't be opposed to showing this young one how we Argives drink. Why don't you just apologize to Sophocles? It's he who should apologize to you. Sophocles is a friend, and one good friend is worth an entire family. He just needs time to recover from his outburst. Pericles has invited all of you here for some reason. Either we dine here and praise Pericles, or we dine with Cleon. But Cleon has all the charm of a typical politician. A horrible voice,
bad breeding and vulgar manners. Let's conjure Dionysos, shall we? This is pure swill. Amateur. In my day, this would be considered nectar of the gods. Another round! Ready for more? Yeah, I can hardly stomach this pig's piss. I could outdrink both of you with one hand. Let's have some more. You ready for another? This wine is terrible. You, I like you. Who brought you here? I brought myself. I'm on the trail of a woman who fled Sparta a long time ago. Fled? Why? She lost two children. She had no choice. She fled to heal a broken heart. Euripides, write her into a play. I've heard Spartan mothers go to a sanctuary in Argolis to beg Asclepios for his divine pity. I should know, it's my home. After what she went through, I'm not sure she would trust priests. Then she sought my friend, Hippocrates. He's a physician, best of the best. He still keeps his office in Argos. If she went to him for help, there's no doubt he'd have given it. I love getting drunk and singing. Come back if you want to sing with me. I'll think about it. Hippocrates in Argos. Here I come. Nagyon jó. How's Euripides? Drunk, I hope. You can stop hiding in here. Euripides won't notice you coming out. He won't notice anything. Hiding? Heed this. War has come to Athens. First they take our homes, then they take our heads. I intend to be found with at least my dignity intact. Or what's left of it anyway. If you see Pericles, tell him I said thank you for another colorful evening. Oké, az egyik questünk meg is van, maradt kettő. Azt mondja, hogy van. Aha, ennyi. The Mystios from the ostracism. Let's talk later. Én azt hittem, hogy három quest van, de nem, kettő van csak. Nagyon jól hangzik. Van ott kecske is, ahogy hallom. Open this door, or I'll kick it in! Oh, oh, don't mind her. She likes to watch. Look at you. Such authority. Such aggression. I can see why Pericles has taken such an interest in you. Did you come to join us? It sounded like someone was in pain. Well, it can sometimes be hard to distinguish between sounds of pleasure and pain. Had I known you were going to knock, I would have left my door wide, wide open for you. I only came to this symposium to find someone. Sounds like we can help each other then, doesn't it? You fetch us a bit of oil, I help you find who you're looking for. Maybe they're in here. Pont van nálam olaj, úgy tudok adni. She's not in there. I think I'll check all the same. I come bearing gifts. We're saved! Today, these women grieved for their sons, and these men worked the wall. But tonight, we forget all of that. Let's have some fun! What do you say? Care to join us? I think I'm done.
Now it's time for you to help me, Ali. I'm looking for someone. All business right until the end. I like that. Focus. I'm looking for a woman who fled Sparta a long, long time ago. Fled Sparta? No one flees Sparta. But let's pretend she did. If she were stupid, she'd be dead. If she were smart, she'd do what Aspasia did. She'd earn her independence. The smartest and most resourceful women I've ever met have been in Corinthia. Thyatira? I've heard they play some sort of role in Corinth, but I assumed it was the same as any other city. Oh, no. These women are unlike any other you'll meet. A force, and the only ones there with any smarts. Ali! Come back inside! Ooh, the celebration continues. When you reach Corinth, find Anfusa. No one goes in or out of the city without her knowing. Until we meet again, warrior. Anfusa in Corinth. It's not much, but it's a start. Nagyon jó, akkor kaptunk még egy helyszínt. Nézzük csak. Ezt akarom megnézni. Ja, persze! Most nincs térképem, hát akkor nem nézegetjük. Jó van, beszéljünk itt a jó emberre. Ah, if it isn't the one who agrees that knowledge is most important. I think we agreed our use of that knowledge couldn't be more different. Ah, you remember. Perhaps our conversation can continue. You really intend to use this young destruction to avoid the point being argued? If you've been arguing this long and you haven't agreed yet, just give up. We're discussing the nature of rules. Where better to do so than here? I'll ask you the same question I asked Thrasymachos. Would you agree that the act of ruling is an art? It is an art, as all worthy undertakings are. That is not up for argument. Yet, medicine is for the betterment of the patient and not the physician. Carpentry improves the building. Not the builder. Then, is the art of ruling not for the betterment of the ruled rather than the ruler? Don't be absurd! I've seen enough of the world to know that there are no just rulers. Even Pericles is self-serving. Is a Spartan general who brings order to his troops, thereby saving his own life, self-serving? I'm not sure that's the case. Ruling a city and fighting in battle are different things. By practicing the art of war, doesn't the general guarantee some of his troops a ferry ride to Hades, when a swift retreat would save all their lives? You just said a general isn't self-serving when he brings order to his troops. Then you said he is self-serving because retreating would save the lives of his men. What are you trying to say? I never tried to say anything. But you just said those things. I said the words, but I didn't say anything at all. I only attempted to gain your view on the matter. You're wasting your time. Aspasia. Na ki az Aspasia? A
I couldn't help but notice your talent for debate. Well done. Socrates is an interesting character. Ah, Phoebe. Pericles has retired to the balcony already, has he? His ability to sneak off and sulk is second to none. I can go get him, and Alexios can help. Everyone listens when he talks. That'll be fine. Run along. Alexios will be right behind you. Nagyon jó, a kérsik Pericles-t. Now, allow me to introduce myself. My name is Aspasia. I had to go to great lengths to cover up your work in Megaris. I did what I had to, and I'd do it again. I make no apologies. We do what we must to survive, and there's no shame in that. It's how you got here, how I got here. The clothes, they fit you well, I trust. These may be the nicest clothes I've ever worn, but I feel a bit uncomfortable, to be honest. You never really get used to them. It seems we have the attention of the entire room without a single eye being fixed on us. If you'd like to talk, do it now and do it discreetly. I've been searching for a woman named Mirini, my mother. I think she may be in danger, and my search brought me here. What clues do you have to her whereabouts? A physician named Hippocrates may have seen her in Argos. He's a good man. If you find a woman named Agathe there, do let her know Aspasia sends her regards. What else? Alcibiades gave me the name of a woman in Corinth. I'm sure he did. My dear friend, Anthusa, is the only one I know who's enjoyed a life in Corinth through legitimate means. Mostly legitimate, anyway. That's all I have. There is another option. In a former life, when I needed something done or someone found, I contacted a friend. An admiral of a sort. What's his name? Her name is Xenia. Uh-huh. When we last spoke, she was in chaos. A word of caution. When you go to her, be on your guard. Sea life makes a monster out of most people. Thank you, Aspasia. Na, akkor három szigetre fogunk elmenni, keresni. Lesz meló. Jó, keressük meg akkor Pericles, ez valahol itt lesz kint talán. Aha. Meg is van. Alexios! I didn't send for you. No matter how you've dressed for my party, Phoebe shouldn't have let you in. You've been hiding from your guests long enough. Aspasia seems to think so too. She usually does. Technically, you're a guest. If you join Herodotus and me, that should be enough for her, don't you think? You really don't want to go downstairs, do you? When your days are spent speaking in front of crowds, you begin to crave these moments of silence. Or as silent as I let it be, at least. Phidias was awaiting trial, but you had me get him out of Athens. I figured you, of all people, would want to follow the law. Phidias is a very dear friend. I didn't want to risk him being found guilty. And, of course, there were other threats. So you knew? I know he's delusional, but one day when you have a friend you'd do anything for, you'll understand. I don't understand why you had Anaxagoras ostracized. Socrates said he was your friend. I won't risk the lives of those close to me if there's something I can do about it. So you did this to protect him? Anaxagoras understood my fears. 10 years may be a long time, but at least he'll be safe. Why send Mitiochos to the fishing district if it's dangerous? I would never have sent him into danger willingly.
It seems you have many loyal friends. My people are important to me. Your life is in danger. Yes, yes, Herodotus was saying. This cult doesn't worry me. I have my life threatened by far worse people every day. My true concern is Athens. I fear for her future. The Spartans aren't your real concern, Pericles. The cult is coming, and they're bringing their strongest weapon. Listen to him, Pericles. The Spartans are immediate. A cult's threat is ambiguous. I'm related to one of the cult members, and I believe her when she says they're coming after you. Sound counsel to consider. I'll be sure to let my men know regardless. Aspasia sent me to see what's taking you so long. Tell Aspasia I'll be right there. I suppose this is where our conversation ends. Thank you again for helping me. I hope my guests are able to help you in your search. Time will tell. Na, kibeszélgettük magunkat, megkaptuk a megfelelő információkat, úgyhogy megyünk a felszerelésünkért. Annyit csinálok, hogy mielőtt elkezdem bejárni a szigeteket, hogy keresik Mirinit. Szerintem az lesz a legjobb, hogyha az egész attikát felfedezem. You look tired. Only of conversation. I think that's the most talking I've ever done. See? You didn't need the weapon after all. Are you leaving? I've had enough Athenian hospitality to last me a lifetime. You get used to it. It's nice. What are you going to do now? Hát ezt eldöntöm még. There is a physician in Argolis that may be able to help me. You're sick? You've never been sick. No, no, I'm fine. I just need to talk to him. Okay, good. It would be weird if you were sick. Before you go, I heard something from Aspasia about Kefalonia. What is it? She said there was some sort of plague. You don't think... My friend, the blood fever. Don't think like that. Whatever happened on Kefalonia isn't our fault. I'll go myself and find out if this plague even happened, okay? Okay, thanks. I knew I could count on you. Igen, mert itt volt még a legelején egy olyan quest, amire Phoebe kért meg rögtön az elején a játéknak, hogy segítsünk neki, mert van egy barátja és neki a családját ugye fenyegették egy ilyet, hát így lepusztított faluban. Nope, I'm happy here. And this isn't Kefalonia. És egy pap és egy katona, vagy katonái voltak ott. Plus, és én a családnak az oldalára álltam és megöltem a katonákat. I'll see you soon, Phoebe. De közben kiderült, hogy a priest ugye a papnak volt igaza, mert úgyhogy életben maradtak, elterjedt a szigeten egy ilyen járvány. Aztán a félsziget kihalt. Na ez a lényeg. Erről beszéltünk most így, hogy ez így alakult. Na közben megnézem a szigeteket, hogy hova is kell menni. Kell oszra menni. Aztán Argoliszt mondták, és Korintiát. Jól van, hát akkor azt mit csinálni, mert mindegyik baromi nagy, úgyhogy először befejezem szerintem itt ezt a részt, plusz vannak itt questjeink. Elmegyek felderítek, aztán majd utána megyünk tovább valamelyik szigetre. Fú, kaptunk 1000 questet. Korintia. Na, megyünk szépen sorba. Chaos. Jó, közben kaptunk információt egy kultistáról, azt megnézem. Hát ez... Ja, ezt már megkaptuk előre, hát ez meg később lesz. Ó, meg jönnek a télquestek is, az jó. Na,
Na, kiről kaptunk információt? Meg is van. Ott a Hort Pólmás Knoz, de Kultiszt. Aha, van egy ilyen Pólmárcs, az egy ilyen, nem is tudom minek nevezzem, ilyen generális féle. És pont itt Attikában van, ő tudja, hogy ismeri az egyik ilyen kultistát. Ami tök jó, csak... Majd ki kell találni, hogy hol. Na jó, mindegy, egyelőre felfedezek. És akkor úgy majd folytatjuk. Ja, meg annyi, hogy ezt a chestet, ezt beszkinelem, mert ez nagyon gázú néz ki. Nem az én stílusom. Nézzük, mik vannak itt. Aha, ez már úgy jobban néz ki egy fokkal. Úgyhogy legyen ez. Mi van még itt, ami jó? Hát igazából a nadrág, ez felkötő, ez mindegy, hogy milyen. Majdnem hogy. Nem illik a szedbe, meg talán az a legjobb. Legalább ez a kapu, ez nyitva van, ugye? Hát az északi oldalról támadnak a spártaiak, és ott viszont minden le van zárva. Talán a falon kell keresztül mászni. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy itt kik vannak, kultisták vagy banditák. Ez valami templomos rész. Ez a kultisták. Nincsenek sokan. I should try to stay out of sight. Látom, hogy ez kemény ellenfél lesz, mert nagy HP-ja van. Aha, adja. De ő nem találtál másodszor. Többször használom a speckó ability-ket, azért vannak, mint hogy meghaljunk. Meghalni túl könnyebb a játékba. Legalábbis nehézségi szint válogatja. Thank you.
Na közben átnézem itt a roncsokat. Ezeket szerintem megcsinálom innen, hogy ne kelljen később a hajóról. Túl közel van a parthoz csak azért. Egyszerűbb most. Kaptunk valami új legénységet, amit igazából nem fogok használni. Okay, man, after the live I will check your Twitch channel and I will see what you told. Na, közben gyűjtögetünk egy kis ezt-azt. Nézzük csak. Van itt is kovácsunk, utána nézünk, hát van nála információ. Igazából ez egy falu, úgyhogy ezen nincs is mit felderíteni. Jó, a kovács az akkor. Meg is lepődtem egyébként ma így bent, hogy Athénban az egyik kovácsnál találtam egy legendás fegyvert, amit meg lehet vásárolni. Korábban azt elmulasztottam. Csak elég jó árban, úgyhogy kell gyűjtögetni hozzá. Nézzük, mi van nálad. Mindegyik kovácsnál lehet kapni egy specifikus lovat. Hát majd én ezt utólag lehet megvásárolgatom, de egyelőre... Oppácska! Itt egy kesztyű, ami Warrior Damage Full Heal Tank, Crit Damage és All Damage-es egész jó. Csak az All Damage helyett egy Fire Damage lenne az igazi. Mi van még itt? Azt mondja, hogy kardió, az nem... Milyen kezesen van nekem? Ránézek, így mi az, amit használok. Ezt használom, azt mondja, hogy Crit Chance Healed. Na, ez az Epic, ez jobb. Ja, hogy nekem volt ilyenem, és... Szórakoztok? Ezt miért nem használtam? Na jó, Crit Damage. Crit Damage-et tudok én is rárakni, úgyhogy inkább engrévelek. Engrévelek rá egy 10 kritet. Mert az elején a chance az fontosabb lesz, mivel minél többet kriteljünk. Ezt most fel is upgrade-elem, jó pénzért. 1600, mondjuk az epikeknek az upgrade-je szerencsére nem olyan gáz. 300 crit chance, ez nagyon kemény. Király, az nagyon jó. Jobb, mint ez, szerintem, jelenleg. Oké, más nem kell. Warrior Damage, Fire Damage. 19-es. Aha, az a nyernék nagyon sok damage-et, ha felappolnám, csak nagyon drága. Thank you. Na, közben cseréljük át a cuccot. Ez így adja. Jó, csináljunk rá egy skin upgrade-et, vagyis inkább change-et. Ez az ezüst, ez megy a sethez, szerintem ez jó lesz. Mehetünk is tovább, azt mondja, hogy
Lemegyünk oda egészen ezt a kultistát, ezt bedaráljuk. Azt lehet, hogy érdemes lenne most felvenni. Mondjuk a hajó az lehet, hogy jobb erre. Csak a part mellett kell tartani mindig ezeket a csónakokat, mert hogyha kimész velük a nyíltabb vízre, tengerre, darabokra törik azonnal, igazából így oldották meg. Hogy ezekkel ne lehessen csak úgy menni. Sőt, lehet, hogy már itt is darabokra fog törni, úgyhogy meg is állok vala. Egy láda, összvisz, nincs több. Két szápánk van, és egy ládánk. Tökéletes. Az meg valami barlangbejárat lesz, vagyis barlangba lesz szerintem. Fú, ezek úgy bedarálnak. Jó, eddig jók vagyunk, csak kérdés, hogy lesz elég levegőm kifele. Mert a gyors kitérés a víz alatt az nagyon sok levegőt elvesz. Na mindegy, megnézzük. Azért eltökörész a kámény, itt nem gond. Oké, és akkor most mehetünk. Jó van, szerencsére. Szerencsére egy bizonyos magasság fölé nem jönnek a dögök. Meg is van. Jó, szerintem először menjünk oda. Kezdjük a kultistával, hogy legyen is valami örömünk. Hogyha már megvan az info róla. Úgyhogy jön a végítélet órája. Azt hiszem, hogy a következő upgrade-hez ugye 9-et kellett összedni, ez lesz a harmadik. Ha jól számoltam, akkor ugye még kelleni fog 6. Vagyis pontosabban nem ha jól számoltam, hanem ha jól emlékszik a questre. Akkor a harmadik szintre tudjuk upgrade-elni a Lándzsa hegyet. Ezek jelentősen sokat dobna. Na, így kell valahogy partra szállni. Úgy nézem, hogy az egy erőd. Hát nem egészen, az inkább ilyen templomos... templomos valami. A katonák azok inkább a templom részét védik. Ez a szerencsétlen, ez meg egyedül van. Az nekünk jó. De mondjuk úgy is ki kell takarítani az egészet. Úgyhogy kezdem itt a leadás részen. Na, nézzük meg a helyet, hogy mi az, ami kell. Még nem írta le. Jó, akkor. Ja, ráadásul itt lehet is mozogni. Minden probléma nélkül. Ó, hát akkor az így easy. Ja, igen, mert ez a rész lesz a enemy territory. Viszont akkor még egyszer körülnézek. Ez biztos, hogy meg kell ölni. Szerintem elkezdem hátul. Mire megyünk.
Mindig jó. Nem, azt mondja, hogy majd ezt megöljük. Ó, bassz meg. És nem vette észre, ez jó, ez jó, ez nagyon jó. Commander háttal van. Hát mondjuk nem egészen. Most kellene kilőni innen ezt az emberkét, csak az a baj, látja. Na majd ez. Észreveszi a halottat. Igen, várható volt. Nyomok rá egy Force Assassination-t. Ne. Tökéletes. Ugyanaz lesz a kör. Nem volt időm a Force-ra. Jó, nem volt ideje riadóztatni. Sorba ide jönnek. Szépen. Nekem az jó. Ez már nem jött be. Oké, viszont már nem is kell, hogy bejöjjön. Van rajta akkor a tűz, hogy beszarás. Kiváló. Most gyorsan berútoljuk. Jön az emberünk újra vissza. Ú, de jól nézel ki. Annyira nem gyenge csávó. Megsztekkeltük, az a lényeg. Hogy védtem ki, de érdekes volt. Rossz volt pedig a timingom nagyon. Bazd meg. Ezt akartam. És belemegy a vízbe. Nem baj. Meg vagyunk. Pofás volt a páncélja amúgy. Oké, és nézzük meg, hogy mi derült ki a többiről. Őt öltük meg. The leader of Baeti has information on the cultist. Aha, jól van. Igazából vágom, hogy ennek mi a lényege. Megyünk sorba. The slave operation. Ez is Attikában van. Ez is attikai. Őt meg tudjuk is. Na, elég sokat fel lehet itt lelni Attiká, itt van, ez is attikai, mármint hogy az info. Nagyon sokat meg lehet itt találni, szerencsére.
Úgyhogy ezért fogom jó alaposan átkutatni Attikát. Oké, szerintem itt meg is vagyunk. Nem sokára megint szintet fogunk lépni. Nézzem a következő helyszínt, ahol megyünk. Ez miért világít nekem? Fehérrel, vagy ez direkt ilyen? Itt már más nem lehet lootolni, úgyhogy ez szerintem direkt ilyen. Na, haladjunk. Megjelölök egy újabb helyszínt, mondjuk itt ezt. És jöhet a ló. Király, király. Ezek megnyomják a harcot az erre.